Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy ma este is a nap hírét választják, és hogy ezzel a választással milyen vendégeket választanak, azt mutatom is. G. Németh Erzsébettel fogunk ma este beszélgetni, Magyar Györggyel és Dudás Róberttel. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És a Népszava információjával kezdünk, ami viszont bejárta a sajtót egy tragikus hír kapcsán, aminek viszont azért az önmaga a tragédián túlmutató következményei is lehetnek, ugyanis egy nagykanizsai férfi az édesanyja halála miatt konkrétan feljelentette a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezt a Népszava írta meg először ezt a hírt, de mi is utána járjunk, mutatjuk a részleteket. Édesanyja halála miatt feljelentést tett a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök ellen a nagykanizsai Ferinc Jenő, írja a Népszava. A férfi nem csak édesanyját, hanem testvérét is elveszítette a koronavírus járványban. A Transparency International által az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézettől kiperelt iratok alapján a férfi úgy véli, kétséges volt, hogy nyújtott-e megfelelő védelmet az idősek körében a kínai vakcina. Ferinc Jenő szerint, amikor édesanyja megkapta a Sinopharm vakcinát, nem volt olyan jogi helyzetben, hogy választhatott volna más oltást. Úgy véli, ezért a kormánya felelős. Ennek alátámasztására idézte a kormányfő Kossuth Rádióban tett nyilatkozatát. Orbán Viktor úgy fogalmazott. Szükség szerint minden döntést a kormánynak kell meghoznia, következésképpen a felelősséget is a kormánynak kell viselnie. Leginkább persze nekem. Ezt én vállalom is természetesen, mégiscsak ez a dolgom. Mondhatnám, ezért kapom a fizetésemet. Hát a mai adásban sokszor fogok az ügyvéd úrhoz fordulni, mert sok ilyen témánk lesz. Egy dolog, hogy valaki azt mondja, hogy vállalja valamiért a felelősséget, és nyilván teljesen más, hogy büntetőjogilag, jogilag van-e felelőssége. Egy ilyen feljelentés mögött nyilván a gyász, a düh, az indulat ott van, de bármilyen jogi relevanciája lehet-e? Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Politikai felelősségről persze beszélhetünk. Egyáltalán a járványkezelés borzasztóságáról beszélhetünk. De ezért sem büntetőgi, sem polgárjogi felelősséget nem fog tudni viselni a kormányfő, mert távoli, nincs meg az oksági kapcsolat. Tehát ez nem lesz bizonyítható. De nem árt egy ilyen feljelentés, mert esetleg elindul egy vizsgálat, végre szakértők nyilatkoznak, végre előjön az, hogy mi történt a kínai vakcinával, hatályos volt, vagy nem volt hatályos, szabad lett volna, vagy nem lett volna szabad, nem baj, ha van egy ilyen vizsgálat, de van egy negatív eleme is esetleg. Ha a rendőrség megszüntetné az eljárást, és az ügyészségére rátenné a pecsétjét, akkor Orbán Viktornak mennlevelet adna, és azt mondja, tessék nézni, én nem vagyok felelős. Tehát ez a veszélye egy ilyen eljárásnak, mielőtt megindít valaki egy ilyet, jobb, ha jogival, képzettséggel rendelkező valakivel konzultál. Ha feltételezzük, hogy itt egy nagyon mélyreható és alapos vizsgálat következik, eljuthat a valódi felelősség, aki tényleg felelősségre lehet vonni, és mondjuk én valahol nyilván az ilyenkor az ógyéi környékén kell keresgélni, mert hogy az adta ki a pecsétet, hogy mehet ez a vakcina. Még mindig én válaszolok? Első körben, jó. Ha megengedik a vendégeit. Csak szegények, akkor hazamenne. Nem, semmiképp, nem engedjük el őket. Nem. Valóban a kérdés megint nagyon indokolt, mert ott már, ahol szakmai alapon kell döntést hozni, és azt a szakmát akárki bármilyen célból, mondjuk politikai érdekből befolyásolhatja, akkor a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnek a kérdésköre fölmerülhet. Tehát ott már szakmai kérdések alapján, ha valaki nem a meggyőződés alapján hozott döntést egy szakértői véleményben, akkor akár hamis tanúzás, hülyén hangzik, de mégis az, egy hamis szakvélemény az hamis tanúzásnak minősül, akár felelőssége vonható, vagy pedig ilyen értelemben az ő magatartását lehet értékelni. De úgy tudom, hogy voltak olyan magyar tisztességes szakértők, akik fölálltak és azt mondták, hogy ebben nem veszünk részt. De ezzel részben azt is elismerték, hogy volt politikai nyomás. Van mögötte valami, de ha politikai nyomás, akkor politikai felelősség, de kérdés, hogy a szakmai szabályokat megsértette, és ha megsértette esetleg a szakmai szabályokat, akkor merülhet fel egy büntetőjogi vagy egy polgárjogi felelősség gyanúja. Nem azt mondtam, hogy fönnáll, bizonyítási kérdés. Azt gondolom, hogy a politikai felelősség mindenképpen megáll.
Tehát ne feledjük el, hogy ezt a kínai vakcinát maga a gyártó nem ajánlotta 60 éven felül, és feltételezem, hogy a kanizsai férfi édesanyja 60 éven feletti lehetett, és nyilván abban a jogi környezetben meg egyetérthetünk Gyurival, ügyvédúrral, hogy akkor tényleg nem volt választási lehetőség. Vagy elfogadja az ember azt az oltást, amit kijelölnek neki, vagy nem fogadja el, és akkor ugye nincs más választás. A politikai felelősség, és azt gondolom, de ez megint majd jogi kérdés lesz, hogy a nyomásgyakorlás, politikai nyomásgyakorlás megáll-e, azért azt se felejtsük el, hogy Szijjártó Péter mit mondott meg a kormány, más tagjai mit mondtak akkor, amikor a Sinopharmot behozták, és a Sinopharmmal elkezdték oltani egyértelműen a 60 év felettieket, noha tényleg a gyártó sem ajánlotta. Én igazából és ki se próbálta. És ki se próbálta, ugye azt hiszem erre mondta, vagy igen, nem a Sputnikra, hanem azt hiszem erre mondta a külügyminiszter, hogy hát amivel már 1 millió embert más országokba beoltottak, akkor azt miért ne lehetne itthon Magyarországon is alkalmazni. Szóval én azt gondolom, hogy a politikai felelőssége a teljes kormánynak, illetve a járványkezelésben részt vett minden egyes embernek, aki politikai alapon akármilyen nyomásgyakorlásra is döntött ezekben az ügyekben, megáll, és én nagyon remélem, hogy ezt a magyarok nem felejtik el, hiszen mégiscsak több mint 40 ezer ember meghalt már a járványban, hogy ezt nem fogják elfelejteni április 3-án, és ennek meg lesz a következménye, és majd tudják, hogy akkor a választáson hova fognak szavazni. Köszönöm. Egyetértve az előttem elhangzottakkal, hogyha a büntetőjogi felelősség nem is terheli, politikai mindenféleképp. Elhangzott egy olyan kérdés is, hogy esetleg lehetett-e politikai nyomásgyakorlás. Hát nyilvánvalóan, hogy volt a szakmán politikai nyomásgyakorlás, és talán innen eredeztethető az alapvető probléma, hogy nem a szakma mondja meg a járványkezelés kapcsán, hogy mik a szükséges lépések, hanem a politika mondja meg a szakmának. A politika átvette e fölött is, mint oly sok minden más fölött, és bár minden élet egyel több, mint ami elvesztett élet, egyel több, mint aminek lenni kéne, tehát minden egyes élet rendkívül fontos, ugyanakkor ne felejtsük el tényleg azt sem, mint ahogy a hölgy is mondta, hogy több mint 40 ezeren haltak már meg a fertőzésben. Azt se felejtsük el, hogy több mint 150 ezeren vesztették életüket az elmúlt évben. Jóval többen, mint az azt megelőző években. Ez köszönhető többek között akár a járványnak, illetve a politikai járványkezelés következtében a hosszú várólistáknak, az elmaradt műtéteknek, azoknak az elmaradt vizsgálatoknak, amiknek a következtében nem csak, hogy esetleg már sajnos elhunytak sokunk szerettei, hanem még majd el fognak a jövőben. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá a politikai felelősség kapcsán. Szóval azt gondolom, hogy abban is megáll a magyar kormány felelőssége, hogy egyébként érvényes jogszabályokat, törvényeket nem tartottak be a járványkezelésben, hiszen arról elég sokszor beszéltünk már mi önkormányzati vezetők, hogy az önkormányzatokra olyan felelősség és olyan teher nehezedett a járványkezelésbe, hiszen a járványkezelésben a védekezés, védőeszközök, felszerelések biztosítása egyértelműen kormányzati feladat, az ő hatáskörük volt, neki kellett volna ezt biztosítani, ehhez képest az önkormányzatok, itt a fővárosi önkormányzat is, a kormányzat helyett adóforintokból fordított nagyon kemény összegeket arra, hogy megvédjük például az idős otthonba lakókat, vagy más helyen dolgozókat. Még csak tényleg egy kiegészítő, hogy a pótvizsga tekintetében annyit még hozzátennék, hogy komoly jogi kérdéseket vet fel az, hogy az operatív törzs szakmai beszélgetéseiről, jegyzőkönyveiről senki semmit nem tudhat, 10 évre titkosítják. Tehát a hiteles tájékoztatás, az információ áramoltatás teljesen megszűnik, letitkosítja, ahol láthatnánk, hogy mi a szakma véleménye, nem láthatjuk. Nagyon sokszor hangzott most a politikai felelősség szó összetétel, és Orbán Viktor ezt egyértelműen magára húzza. Hát húzta, valószínűleg, ha én jól emlékszem, érzi azt, hogy valahogy ezt bekalkulálták mostanában az emberek, és nem bukhat emiatt. Bocsánat, ugye a bejátszóból azért kiderült, hogy ez egy 2020. szeptember 18-i mondat. És ha visszaemlékszünk, 2020. szeptemberében, tán akkor indult el a második hullám, ha én arra jól emlékszem. Tehát ami után bedurvult. Igen, egy, helyzet. Kettő, és ugye addig arról volt szó, hogy akkor majd jön az oltás, és akkor majd megvédjük a magyarokat. Na most ehhez képest jött az oltás, ilyen problémák vannak, aminek következtében ez a kanizsai férfi most ezt a feljelentést megtette,
és utána indult el az, hogy olyan halálozási arány van Magyarországon, hogy még mindig talán világ elsők vagy világ másodikak vagyunk lakosság arányát tekintve a COVID halálozásban. Magára húzta, mert azt mondta, hogy senkit nem hagyunk. Ugye, és mindenkit megvédünk. És a halálok számában, a halálesetek számában mérjük a járványügyi védekezés hatásosságát. Világ első ötjébe sikerült bevédeni magunkat. Folytassuk egy teljesen más adatsorral azzal kapcsolatban, hogy játszanak el a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha havi 5 millió forint, bruttó 5 millió forint érkezne a számlájukra. Ehhez nem kell más tenni, csak az állami számvevőszék elnökének lenni, mert hogy Domokos László bizony ennyit kap havonta, és még más nagy fizetéseket is mutatunk a következő bejátszásban. Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4-5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is. 2010-ben a kormányváltás után Orbán Viktor ezzel indokolta a 2 millió forintos fizetési plafon bevezetését a közszférában. Most a 24.hu összesítéséből az derül ki, hogy márciustól havi több mint 5,2 millió forintra ugrik az állami számvevőszék elnökének fizetése, amellyel Matolcsi György bérét is lekörözi. Magyarország egészséges gazdasággal. Az összeget a bruttó átlagkeresethez igazítják, amely ősszel 431.300 forint volt. Korábban 9-szeres szorzót alkalmaztak, most 12-szer magasabb a bruttó átlagkeresetnél. Szétszakadt tulajdonképpen a bérből és fizetésből élők világa. Mellár Tamás is igazságtalannak tartja az állami vezetők és az átlagkeresők jövedelme közötti több mint 10-szeres különbséget. A képviselő arra számít, hogy az ellenzék kormányváltás esetén az összeférhetetlenségi szabályokon is változtat. Nagyon egyszerű lenne azt mondani demagóg módon, hogy fú, akkor most meg kell nyesni ezeket a fizetéseket, de valószínűleg a probléma az átlagkeresetekkel van, és az alsó keresetekkel, és azokat kéne növelni, illetve egy olyan gazdaságban élni, ami ki tudja termelni az alacsony keresetűek bérének emelését, nem? Tehát ez próbálom elkerülni a nagyon demagóg megközelítést. Azért is visszás nagyon ez a hír és ez a tény, ez a béremelés, mert egyébként pedig a lakosság egy jelentős része azzal szembesül, azon túl, hogy ugye drágul az üzemanyag, drágulnak az élelmiszerárak. Most éppen nem drágul. Most éppen nem drágul, mert éppen befagyasztották, de mondjuk a javaslatunk értelmében a befagyasztás csak az első, nem, nulladik lépés. Valós adócsökkentésre lenne szükség, hogy az üzemanyag árának, ha a felét elengedj, mert a fele az adó. Nem kell a felét elengedni, nyilván, hogy az államnak is legyen bevétele. Ugyanakkor viszont a világbajnok, már itt többször említettük a világbajnoki magyar intézkedéseket, hát ebben nem világbajnokok, világrekorderek vagyunk az áfában. Visszakanyarodva a számvevőszék elnökének a béréhez, tehát óriási a különbség, és óriási a nagy a visszásság a tekintetben, hogy az emberek a drágulást érzékelik, és az egyre nehezebb életet bizonyos szegmensében, a közszférának pedig kimagaslóan magas bérek vannak, úgy, hogy mint a bejátszásban is benne volt, Orbán Viktor azt mondta 2010-ben, hogy csökkenti mind a béreket, bérplafont vezet be, mind pedig egyébként átláthatóbbá, illetve kisebbé teszi, mint így például a parlamenti létszámot is. Ez teljesen rendjén is van. 380-ról 199-re. Csak arról viszont nem beszél soha senki, hogy mondjuk 4-5-ször annyi államtitkár és helyettes államtitkár van. Tehát az egész kormányzati gépezet, kitesszük a kirakatba, hogy kevesebb a képviselő, de sokkal többbe kerül a kormányzati gépezet. Tehát itt különbség van a kommunikáció és a gyakorlat. Jó, hát az ellenzéki képviselők fizetése is nő évről évre. Ez nem csak van. A kormányzati. Ez így van. Így van, egy törvény értelmében nő a képviselők fizetése, mert a mindenkori átlagbérhez van igazítva, és ott is van egy szorzó. Többször kaptunk már egyébként teljesen jogosan kritikát ezzel kapcsolatban, hogy míg az átlagbér, ami most 431.000 forint, mondjuk az vidéken értelmezni sem tudják az emberek, mert egy családnál jön be annyi körülbelül, jó esetben, ha bejön, hogy egyébként akkor miért veszik fel a képviselők a fizetésemelésüket. Azért, mert ha ott hagynánk, akkor fordítanák akár egy Domokos Lászlóra, vagy akár bárkire olyan helyre, amihez nem adjuk, mondjuk nem szívesen adnánk a nevünket. Inkább azt a 10%-os béremelést, mint amit az múlt év elején kaptunk, azt minden hónapban jótékony célra fordítjuk. Hát a Fidesz az soha nem volt a következetességéről, és Orbán Viktor sem a következetességéről, ugye híres.
egészen sok olyan példát lehetne mondani, hogy mit mondtak ők annak idején 2002 és 2010 között ellenzékben, és aztán mit csináltak 2010 után, de ugye itt arra is van példa, hogy 2010 után hogy vélekedtek ezekről az ügyekről, és aztán utána mit csináltak. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy állami vezető, egy nagyon magas rangú állami vezető tisztességesen meg van fizetve, és félértést ne essék, én is sokallom az 5 millió forintot, az azt gondolom, hogy vele szemben olyan követelményeket lehet állítani az országgyűlésnek, mert ugye az állami számvevőszék az országgyűlésnek felel, amiben meg lehet azt alapozni, hogy nagyon jó szakmai munkát végezzen, és pártatlan legyen. Na most a jelenlegi ászelnökre mindent el lehet mondani, de nem, más azt nem, hogy pártatlan, hiszen Domokos László fideszes országgyűlési képviselő volt, és ugyanígy végig lehetne menni az összes többi a Fidesz által odatett állami vezetőnek az életrajzán. Szóval én azt gondolom, hogy ez azért is veri ki az embereknél a biztosítékot, és teljesen egyetértek azokkal, akikkel, és én is így gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, mert közben meg a keresetek, akár az átlagbér, de ez a 473 ezer vagy 37-et mondtam, azt hiszem, Budapesten sincs ennyi. Tehát tessék megnézni egy 10-15 éve tanító pedagógusnak a bérét, nincsen ennyi, és lehetne az összes többit tovább sorolni. Hát és nekem is pont ez jutott eszembe, hogy egy tanár fizetése nem nő évről évre az átlagkereseteknek megfelelően, mint így van, mondjuk Domokos László. Sokszor még az inflációval sem. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint a Fidesznek a szemforgatása, megint az, hogy azokat, akik ő hozzájuk lojális, olyan pozíciókba segítik, és aztán utána jól megfizetik. És azzal teljesen egyetértek, ez az állam, ez nem hogy olcsóbb, sokkal drágább, mint előtte bármelyik másik kormány ideje alatt. Az álláspontom hasonlatos az elhangzottakhoz képest, nem akarom ebben az időt húzni, nézzünk meg bármilyen másik szférát, hol történt 150%-os bérfejlesztés az elmúlt 10 esztendő alatt? Sehol. Ti mondtátok a pedagógusokat, neked is eredetileg ez volt a fő hivatásod, tehát még ott lennél, akkor láthatnád és tudnád, de most is tudod, hivatalból tudod. Az a dolog lényeg, hogy mondjuk volt 200.000 forint nettója egy pedagógusnak 10 évvel előtt, és most elérte a 280-at, tehát tulajdonképpen 15-20%-kal nőtt a bérük, az övé pedig 150%-kal nőtt. Hát valóban irritatív. Csak egy-egy mondatos válaszok, kellene bérplafon, ha kormányváltás jön, vagy nem? Természetesen minden hivatásbeli bért és juttatást a letett eredményhez, szolgáltatáshoz kell kötni. Én is így látom, és azt gondolom, hogy nem lehet ekkora szakadék mondjuk egy normálisan megállapított átlagbér, tehát nem ez a 473 ezer forint, és mondjuk egy állami vezetői fizetés között. Nem lehet ekkora különbség. Mindenképp kellene bérplafon, és ami még nagyon fontos, hogy az ilyen beosztásoknál az összeférhetetlenséget kellene vizsgálni. Pártkatona ne legyen állami szervezet vezetője, és még számos... Matolcsi fizetett rá az egész játékra, mert hát ő a jegybank törvény őt bekorlátozta, beplafonozta, ahogy te kérdezted, be van plafonozva. Még szegény ászelnök, nincs ilyen plafon, szorozhatom ő. Matolcsi György az 5 millióval körözték le most az 5,2, hogy mennyire sajnáljuk Matolcsi György. Be van lőve. Jön a reklám. És utána a negyedik oltás körüli kérdőjelekkel fogunk foglalkozni, tartsanak velünk. Folytatjuk is Németh Erzsébeten, Magyar Györgyel és Dudás Róbertár, és a negyedik oltás körüli dilemmákkal majd mindjárt megmutatjuk, hogy nem olyan könnyű hozzájutni a negyedik oltáshoz, annak ellenére, hogy elvileg hivatalosan már felvehető, hogyha a harmadik oltás után minimum 4 hónap eltelt. Van, aki itt a körünkben gondolkodik ezen? A negyedik oltásom? Én a harmadikat most kaptam meg a tél elején, tehát még ráérek gondolkodni. Jó, szintén ráérek gondolkodni. Én nem kaptam még meg a harmadikat sem. Hogy? Tessék hazaküldeni, de nem fel. Hát igen, mi egy másik plexit is adunk úgy oda a körbe. Vállalom a másik. De hogy? Letelt már talán most nemrég a fél év a második oltást követően, és egyébként én azt gondolom, hogy én is hasonlóképpen vagyok, mint nagyon sokan az országban ezzel az oltással, hogy mint ahogy már beszéltünk is róla, hogy az a politikai kommunikáció, ami övezi, az a sok-sok bizonytalanság, az a sok rossz hír, rossz tünet, amit hall az ember, lát az ember, és ahelyett, hogy egyébként az oltásba vetett hitet erősíteni a kormány,
ahelyett sokkal inkább ellehetetleníti, elbizonytalanítja az embereket. Hát, hogy csak az egészségügyből hagyd mondjak egy példát, 17, a KSH adatok szerint 17 ezeren hagyták ott az egészségügyet az elmúlt évben. Jó, ez most ugye messzire vezet, meg nem függ össze azzal, hogy azért itt a mostani hullámban két oltással, hát az bátor, finoman szólva. Hát is azért abba azért az egészségügyön belül konszenzus van, hogy a harmadik oltás az kell. Igen. A negyedik oltásra én sem, tehát hogy mondjam, én sem tudok eligazodni, és abban teljesen egyetértek Roberttel, képviselőrrel, hogy olyan összevisszaság van ebben az egész járványkezelésben, kommunikációban, az oltásban, hova kell menni, hogy lehet felvenni, kell regisztrálni, nem kell regisztrálni, mi van a gyerekek oltásával, nem is sorolom tovább, de abban szerintem konszenzus van, hogy a harmadikat azt érdemes és be is kell adatni. A negyediknél meg pont ez, amit mind a ketten mondtunk, hogy én orvosismerősökkel is beszéltem, ők sem tudják pontosan, hogy akkor ezt most így kell, úgy kell, amúgy kell, és maga a technikai hozzájutás, amire utaltál, vagy utalt Emilia, az sem teljesen egyértelmű, hogy akkor azt hogy lehet elérni. Na, és akkor folytassuk innen, és utána majd te jössz a bejátás után, mert hogy valóban az ATV híradójának riportere utána járt, hogy mennyire nem egyszerű, hogyha valaki oda megy egy oltópontra, szeretne egy negyedik oltást, és hát egyelőre oltás nélkül kell távoznia, úgy tűnik, mutatjuk a bejátszást. Az országos adatok egyre erősebb hullámot tükröznek. Egy nap alatt 14.890 új fertőzöttet igazoltak, 208-an vannak lélegeztetőgépen, 85 beteg meghalt. A negyedik oltás fontosságát hangsúlyozta Falus András, aki hozzátette, az immunrendszert időnként emlékeztetni kell. Közben lassan egy hete várnak az orvosok szakmai tájékoztatást a negyedik oltással kapcsolatban. A Népszava arról számolt be, hogy egy budapesti oltópontról elküldték a negyedik oltásra érkezőket, mert az orvosok nem vállalták a felelősséget. Az egyik oltópont vezetője a lapnak kiemelte. Mi van, ha valakinek három különböző oltása volt, akkor vajon mit adhatunk negyediknek? Vagy három, vagy kettő azonos, csak a harmadik különbözik. Akkor melyik következhet? Ezzel kapcsolatban megkerestük az operatív törzset. Válaszukban azt írták, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását az oltópontok és a háziorvosok is megkapták. A negyedik oltást kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a paciens ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs. Sikerült jó ráterelni a felelősséget megint a házi orvosokra. Én ma beszéltem Komáromi Zoltánnal, aki azt mondotta, hogy ma kaptak egy infót, ma kaptak egy tájékoztatást, hogy mit kell vele csinálni, csak kivitelezhetetlen. Semmi más baj nincs vele. Azt képzelik, és azt gondolja az operatív törzs összes okos tojása, hogy egy házi orvos az reggel 8-kor fölébred, beül az rendelőintézetébe, és este 10-ig ott ül, és várja az oltani való betegeket. Hát nem erről szól az ő életük. Járnak beteghez, csinálják a dolgokat, van más dolgok is, és nincs az agyukban a komputer. Tehát a legrosszabb esetben sem képesek arra, hogy egy betegnek a kórismélyét, vagy a korábbi oltási históriáját megjegyezzék. Hogy adjon tájékoztatást? Kinek adja azt a tájékoztatást? És milyen felelősséggel adja azt a tájékoztatást? Disznóság, hogy ezt rájuk terhelik. De akkor mi a megoldás? Mert hogy az valahol logikus, hogy a háziorvos áll a legközelebbi bizalmi meg egészségügyi kapcsolatban a betegével. Egyébként egy ilyen példa a Népszava cikkben is volt, hogy nyilatkozott egy orvos, hogy őt 130 nem fogadott hívást talált egy rendelési idő alatt. A telefonján miközben ellátott, nem tudom, 120 beteget. És nincs meg hozzá. Érthető, hogy a háziorvos... tól várják a tanácsot. Egy picit érthető, de picit nem érthető. Úgy van, mint régen a nyelvtanulás. A nyelvoktató egy leckével volt előrébb, mint akit tanított. És akkor, amit elolvasott, azt másnap elmondta. Most ugyanígy vannak az operatív törzsnél, ugyanígy vannak a szakmai tanácsadók. De legyünk igazságosak, a világon mindenki ugyanígy van ezzel a járvánnyal. Nem. Tehát, hogy senki nem
tudja pontosan, hogy mi van a negyedik oltással. Van protokoll és van rendszer, és én avval egyetértek, hogy beszéljenek a házi orvossal, hiszen ő ismeri a betegét, ha képes arra, hogy fölvegye vele a kapcsolatot kellő időben, de ez nem lehet kizárólagos. Tessék szeszenni a tájékoztatást, megint nyilvánossá tenni, úgy, ahogy már beszéltünk róla, és nem titkosítani. Illetve hát az egy nagyon fontos dolog, hogy a házi orvostól azon túl, amit Gyuri elmondott, nem elvárható az, hogy a nemzetközi tapasztalatokat ő nézze meg, dolgozza föl, menjen utána. Tehát azért van járványügy, azért van Nemzeti Népegészségügyi Intézet Magyarországon, mert azt gondolom, hogy az ő feladatuk, és aztán az operatív törzs döntsön és kommunikáljon az emberekkel, hogy akkor most tessék kérem szépen az orvosokat felkészíteni, hogy negyedik oltás ilyen után, ilyen típus, olyan után, olyan típus, és nyilván a házi orvos, amikor az a beteg elé, vagy az a igen, betege elé kerül, akkor ő majd el fogja tudni dönteni, ha kap ehhez valamiféle protokollt, valamiféle leírást. Csak megint ugye nagyon jól hangzik, hogy mi biztosítjuk a negyedik oltást a magyar embereknek, és hogyha azt az orvosok, a házi orvosok nem tudják megoldani, akkor hát ez megint az ő felelősségük. Szeretnék még egy szempontot behozni. Nagyon sok ember nem a házi orvos sától kapta meg az oltásokat, hanem oltópontokon, kórházakban, meg máshol. Például én a házi orvosomnak nem mondtam meg, hogy az oltóponton milyen oltásokat kaptam, akkor már persze beteg leszek, akkor elmegyek és elmondom, hogy tessék szíves lenni fejlődni, hogy kettő ilyen, egy olyan, de jelen pillanatban nem biztos, hogy ez a tudás, persze az EST-be fenn van, meg tudja nézni a házi orvos, de ez megint egy plusz intézkedés, egy plusz feladat az ő számukra. És számítástechnikai háttér is nagyon akadózik. Inkorrekt, hogy megint ő rájuk teszik ennek a felelősséget. Az, hogy a házi orvossal konzultáljon egy beteg, én azt gondolom, ez alapvető, és ennek így kell lenni. Tehát nekik kell a legszorosabb kapcsolatot egymással tartani. Viszont ez így nem jó, ez így nem kivitelezhető, hogy a házi orvosok, akikre támaszkodnak a betegek, azok pedig nem kapják meg a kellő információt. Kicsit, ha hasonlíthatom az önkormányzatisághoz, és ezt talán meg is tudod erősíteni, hogy az önkormányzatiságnak számos fontos szempontja és szegmense van, de talán a legfontosabb, hogy ők tartják az emberekkel a kapcsolatot. Ők vannak legközelebb az emberekhez, főleg egyébként kis településeken, budapesti kerületekben is biztos így van, de főleg kis településeken. Tehát ezeket támogatni kell, nemhogy egyébként még nehéz helyzetbe hozni, úgy, hogy a házi orvosi rendszer pedig óriási problémával küszködik. Rengeteg településen nincsenek házi orvosok. És tényleg azt gondolja az operatív törzs, hogy ahogy Gyuri is mondta, bemegy reggel, ott van este 9-ig, 10-ig, megnézik, hogy hány oltást adott be. Hát de neki nem ez az alapvető feladata. Nincs hozzá számítástechnikai háttér és asszisztencia. Igen. És adminisztrációs háttér. Hogy csinálja meg? Sehogy. És hogy gyógyítsa az egyéb betegeket? Hát ezeket a kérdéseket most itt hagyjuk a levegőben, mert hogy csak felvetni tudjuk őket, megválaszolni nem. Elengedjük a következő bejátszót, hogy tudjunk még érdemben beszélgetni arról a hírről, miszerint tegnap 62 európai parlamenti képviselő levelet írt, ez egy hosszú név lesz, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala igazgatójának, EBSZ, erről szokták azért a magyar nézők így azonosítani, hogy miről van szó, hogy a magyar választásokat majd tavasszal teljes körű választási megfigyelő misszió kövessen nyomon. Ugye 2018-ban volt itt egy részleges misszió, és ugye az a különbség, hogy ha én jól értem, a korlátozott EBSZ misszió a választás napján, és azt követően már nem figyeli a választásokat, például a szavazatszámlálást, vagy az eredmények rögzítését. Most viszont azt mondják, hogy annyival romlott a magyarországi helyzet, hogy egy teljes körű megfigyelésre lesz szükség. És akkor mi van? Hogyha mondjuk ezt az EBSZ meghallgatja ezt a kérést, itt lesznek elejétől, közepétől, végéig, semmilyen szankcióval, semmilyen a kormányra vonatkozó nyomásgyakorlásra egy ilyen nem bír. Ahhoz tudom hasonlítani, hogyha részt veszel a közlekedésben, akár gyalogosan, akár villanyrollerrel, akár gépkocsival, ha ott látod a rendőrt, jobban tartod be a szabályokat. Ez azt hiszem evidencia. Ha nem látod ott a rendőrt, akkor még képes vagy sárgába is átmenni. Következésképpen nem baj, ha itt vannak, nem baj, ha figyelnek, talán picit visszatart azokból a csalási szándékokból, amiknek sajnos a relevanciája fennáll. Ám de! Nem itt megy el a választás, sajnos, elmegy a választási rendszeren.
Olyan a mi választási rendszerünk, az egyfordulós, a győztes kompenzációs, és csak a győztes viheti el, amit el kell vinnie, hogy 47%-kal kap kétharmadot a mai parlament Fidesz jelleggel, azt kellene csak belefoglalni a választási jogszabályba, csak a Fidesz nyerhet. Mert tulajdonképpen ugyanezt történik most is. Tehát az EBSZ jó, ha jön, látja, fegyelmezik kicsit a csalni szándékozó visszajönni manipulációs személyiségeket, de a rendszer már eleve úgy van kialakítva, hogy benne van, hogy kódolja a csalást. Utolsó mondat, hogy most megváltoztatták még az utolsó percekben választás előtt ezt a lakcímkérdéskört. Nem erre tudom, hivatkoznak is most a képviselők. Hát sírva kell fakadni. Azon kívül az a jó hírem, mondta az Újhelyi Pista, hogy ma már nem 62, már többen vannak, akik ezt aláírták, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben minden egyes frakcióból van ennek reprezentánsa. Azt gondolom, hogy ez egy óriási szégyen az Orbán kormánynak, hogy még a 18-as választásra is kellett ide küldeni EBSZ megfigyelőket, még ha csak korlátozott időtartamra és létszámba, hogy 4 év alatt odáig romlott a magyar demokrácia, a sajtószabadság, jogállamiság helyzete, hogy most már teljes megfigyelőket is az Európai Parlament kezdeményezi ez. Egyetlen egy lehetősége van az ellenzéknek, mégpedig az, hogy mind a 11 000 szavazó körben legalább 2 ellenzék delegált lesz, aki az ellenzéki pártok részéről figyeli és nyomon követi az aznapot, mert ugye ebbe teljesen igaza van Úrinak, ügyvéd úrnak, hogy egy csomó minden az elején elmegy már ezekkel. Tegyék még hozzá a sajtószabadság, illetve a sajtóhoz való hozzáférés tájékoztatásnak a lehetőségét. Tehát ha mind a 11 000 szavazókörben lesz az ellenzéknek 2 delegált... Én hallottam egy 20 000-es számot, hogy ennyi lesz, már van, tehát hogy mintha ezt most sikerülne megugrani most először. A civilek is benne vannak, pártok is szervezik, az előválasztás erre egyébként egy nagyon jó rámozgósító, bevonó dolog volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez meg lesz, és akkor azt legalább ki lehet küszöbölni, hogy a választás napján a szavazókörökben nem fognak vagy kevésbé fognak tudni csalni. Még egy dolog van, és ezt nyilván jogilag te jobban és pontosabban látod, mint én, azzal, hogy az aznap tartandó kormánypárti népszavazásnak a szavazólapjait is ugyanabba mi az urnába kell beletenni, ott megint lesz legalább 3-4 olyan óra, amíg a szavazás után elkezdik szétdobálni, hogy mi az, ami választás, hogy országgyűlési választási szavazólap, mi az, ami a népszavazásé. Tehát megint csinált magának a kormány 3-4 olyan órát, amikor egyébként tud majd mókolni, ami nő akar. Hú, ezt én még nem is realizáltam, de hát, akkor nagyon hosszú választási napunk lesz itt így, a stúdióban. Most így végig pörgetem, hogy meddig szoktunk itt lenni. Jó, akkor néha 3-ig legyenek itt majd a háttérben. Ez lenne a legkisebb baj egyébként. Az a dolog lényege, nyilván. Hogy minden szavazókörben kell 2 ellenzéki delegált. Rossz hírem van, már 3-ra gyúrunk. Azért kell gyúrni 3-ra, Zsóka, és ez nagyon fontos. És hivatalosan lehet 3? Ahogy ne lehetne. Mert az egyiknek kint kell maradnia. Értem, nem csak ugye, hogyha egy közös... Igen, a szavazó attól függ, hogy hányan indulnak. Igen, ezért mondom. Igen. De egy harmadik játékost el kell helyezni a szavazókörön kívül. Tudod miért? Mert nincsen kampánycsend. Ez így van, a pártoknak... Halálra kampányolhatják magukat. Ám de az is benne van a jogszabályban. 150 méter körzetben a szavazó helységhez képest már nem lehet. Tehát ha oda teszem a harmadik emberemet, mint azt a bizonyos figyelőrendőrt, akkor ő majd felemeli az ujját, vagy lefotózza, és tesz bejelentést. Képviselő úrja, bocsánatot kérem. Köszönöm. Gyors. Mindennel egyetértve, ami előttem itt elhangzott. Egy nagyon fontos, ami talán még nem, hogy azon túl, hogy 62 vagy már Újhelyi Pista által közöttartók szerint már többen, 19 ország képviselője írta ez alá. A lényeg. Tehát mondhatni, hogy szinte az egész Európai Unióban vannak olyan képviselők, pártok, akik azt mondják, hogy Magyarországra oda kell figyelni. Egyébként meg tényleg nagyon fontos a nemzetközi megfigyelés, de számunkra azt gondolom, hogy sokkal fontosabb a nemzeti megfigyelés, a választókerületi, szavazóköri delegáltak. Egyébként meg a Fidesz, nem tudom, nem hallottam még reakciót a részükről, de ne féljen ettől, ha ő úgy gondolja, hogy tiszta a választás, és ő ezt tisztán akarja lebonyolítani, akkor hagyja jönnek a megfigyelők. Mi nem félünk tőlük. Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ma este még a Voxban is találkozhatunk, de előtte jön a híradó, aztán az Egyenes Beszéd Szőlősi Györgyivel. Tartsanak az átérével, egész este, szép estét!